sziasztok, üdvözlök mindenkit újra! Nos, már Kleopátra leszek, ahogy láthattátok. Először is ezt a két alapozót és ezt a folyékony bronzosítót összemixelem a kézfejemen, mert szuper bronzos, ragyogó bőrrel képzeltem én ezt a Kleopátrát. Egy nagy kabukelcséttel eloszlatom az arcomon, aztán következik a folyékony korrektor a szemem alatt, az orrom hegyén, a homlokom közepén és az államon, itt láthatjátok, ahol általában szoktam világosítani, majd ezzel a picike puderecsettel eloszlatom az arcomon. Mivel nagyon szép, hangsúlyos, kontúros arcot szeretnék, ezért fogtam ezt a Catrice krém korrektor palettát és a legsötétebb színét, amit tökéletes krém kontúrozásra. Egy pici kecsettel felviszem az arccsontom alá és a homlokom külső részére is. Következik az Essence személy alapozója. Ezt csak az ujjammal oszlatom el, ahogy általában mindig, majd pedig ezzel az avonos púderrel fixálok mindent az arcomon, kivéve azt a területet, ahova a krémkontúr kerül fel. A krémkontúr ezzel a bronzosítóval fogom eldolgozni, nagyon intenzív, tehát csak éppen beleértem az ecsetet, és már nézzétek, mennyire intenzív színe van, nagyon kell vigyázni ezzel a lovely termékkel, viszont nagyon-nagyon szeretem, mert csodálatos szép fényt ad az arcnak, tökéletes a bronzosításra, úgyhogy ahova a krémkontúr felvittem, illetve ide a nyakamra is, vállamra is felvittem belőle egy kicsit, aztán egy tiszta ecsettel távolítom a felesleget, és következik a highlighter, ezt az aranyszínű lovely highlightert választottam. Jön ez a másik bronzosító, ebből is egy picit felvittem, mert úgy gondoltam, hogy erre még szükségem van. Nagyon szép aranyszínű pigmentek vannak benne, azért választottam, és jön a szem. A Naked Basics palettából azt a barna színt, ezzel a nagyon picike hegyes ecsettel felviszem. A szem belső zugától egészen a szemöldök vonalán túlérően csinálok egy ilyen vonalat. Ez a barna lesz az alapszín, aztán következik a Max Factornak ez a matt sötét szürke árnyalata. Ezzel megerősítem a vonalat, illetve utána jön a Naked Basics palettából a fekete szín, amivel még intenzívebbé teszem. Pedig ezzel megvagyunk, akkor ezt a vaníliás színű matt árnyalatot választottam, amit felviszek az egész mozgó szemhéjamra, egészen a kreált vonalig. Ezzel lesz nagyon szép kontrasztos a szem. Következik a szemöldök, fogom ezt a nagyon sötét barna szemöldök ceruzát, összekötöm a szemöldök vonalát és a kreált vonalat, majd megrajzolom a szemöldököt, ahogy általában szoktam, követem a saját ívét, és feltöltöm a két vonal közötti rést. Nem kell, hogy tökéletes legyen ez a satírozás, mivel utána fogom a fekete szemfestéket, amit eddig is használtam, és feltöltöm az egész szemöldökömet, és ezzel lesz szép egységes. Aztán pedig ebben a sarokban elsatírozom mindhárom vonalat, amint összecsatlakozik, így nagyon szép, többdimenziós, árnyékos hatást keltünk vele, illetve adok hozzá egy pici barna festéket, hogy még jobban árnyékoljam. Valami ilyesmit kell kapnunk végeredményként. Aztán következik az alsó szempilla vonala, ezt a három szemceruzát fogom összemixelni, először a legvilágosabb kéket használom a vízvonalban és a szempillavonal alatt is, aztán ezt a türkészkéket, végül pedig a sötétkéket, és ezzel az icipici ecsettel összesatírozom őket. Fontos, hogy a szemünk belső sarkába is vigyük fel a kék szemfestéket, aztán csinálok egy tusvonalat, ami a belső szemzugnál még vékony és kifelé vastagodik, ezzel még inkább ilyen egzotikusabb keleties hatást keltve, aztán nyilván megcsináljuk ezeket a másik szemünkön is, jön egy kis szempilla spirál, a Lovely Pump Up spiráját fogom használni, de csak a felső szempillákon, mivel az alsókat nem akarom eltakarni a szép kéket. Aztán jön, aztán először elég bizonytalan voltam, de a hajvaxra esett a választásom, mivel keresnem kellett valamit, amivel bele tudom ragasztani az aranyfestéket a számba. Először is befújtam sminkfixálóval az ecsetemet, mert ez sokkal intenzívebbé teszi a szemfestéket. Utána pedig fogtam ezt az aranyszínt a Miss Rose palettából, és elkezdtem felvinni óvatos, tapogató mozdulatokkal a számra, sok-sok rétegben is, akkor ilyen nagyon-nagyon szép sárga aranyszínt kaptam végül.
Aztán pedig fogtam ezt a kaviárt, amit egyébként körömre lehet használni, és felvittem a felső ajkakra, ilyen nagyon-nagyon érdekes textúrát kapott ettől az egész, nekem nagyon-nagyon tetszett. Egyébként ez egy olyan extra, amit abszolút ki lehet hagyni. Végül pedig a rúzsecsettel és a fekete szemhéjtussal egy kockát rajzoltam tulajdonképpen az alsó ajkakra, amit utána a szemhéjtussal feltöltöttem. Miután mindezzel meg vagyunk, úgy döntöttem, hogy kell még egy kis extra arany highlighter az arcomra, úgyhogy ezt az aranyszínűszem festéket körülbelül 2 rétegben felvittem az arccsontomra és a homlokom külső részére is, mert miért nem? Aztán, amit otthon találunk, minden aranyszínű kacatot magunkra hangatunk, na jó, mindegy, legyen benne valami koncepció. Én próbálgattam itt több mindent, és ezzel készen is vagyunk. Remélem tetszett a videó, ha igen, dobjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!